Nos, sziasztok, régen beszéltünk. Az a helyzet, hogy elhívtak egy múzeumi kiállítás megnyitóra, a Goldilocks Zone nevű kiállítás megnyitójára, ami tulajdonképpen ilyen lakható exobolygók lakhatósági zónáját próbálja művészi szemmel felfogni, és ennek a megnyitójára én leszek a szakértő. Remélem kellően fogok szakot érteni, és hát közben itt a veszprémi szép várkörnyezetet is igyekszek majd a lehető legjobban kielvezni. Na, mindjárt bemegyünk és megnézzük, hogy milyen is. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lányka. Goldilocks volt a neve. Egy szép napon az erdő szélén járva, előtte egy házacska termett. Három medve lakott benne békében, egy legnagyobb, egy középső, egy legkisebbel. Három tál zapkása gőzölgött bennmerészen, egy forró, egy langyosabb és egy hidegebb. A lányka besúrant a medvék otthonába, és megkóstolta mindet. Majd úgy találta, hogy a langyos vitte a prímet. Jó laktában megtalálta a medvék ágyát, és belevetve magát elszenderedve, nem gondolt semmire. Amikor egyszer csak medve! No, de a lényeg, a népmese számunkra fontos mondani valója, hogy a két véglet közötti aranyközépút jelenti az ideálisat, és innen származik a bolygók lakhatósági zónájának Goldilocks zóna elnevezése. Napjainkban néhány havonta összefutunk egy-egy hírrel, hogy megtaláltuk a következő Földet, hogy az újonnan felfedezett planétán lehet élet, és ehhez hasonló. Érdemes a szenzációvadász címek mögé nézni, mert ha már izgalmas felfedezésekről van szó, de a legtöbb esetben mindössze annyit tudunk az égitestről most még, hogy éppen abban a térrészben kering a csillaga körül, hogy a felszínén a hőmérséklet folyékony víz fenntartására ideális lehet, és a mérete a Földinek nagyságrendjébe esik. Ezek a tények pedig önmagukban még nem elegendőek a földi fajta élet hordozására. Ugyanakkor kétség kívül a 21. század csillagászatának eddig egyik legnagyobb mozgatórugója, hogy megtaláljuk a Föld utódját, amifelé az emberiség terjeszkedhet, vagy ahol éppenséggel megtalálhatjuk a Földön kívüli életet. Nem véletlen, hogy a napjainkban űrbe felbocsátott távcsövek jelentős része vagy kifejezetten e cél kutatására, vagy nagy részben ilyen vizsgálatokra készül. Mint amilyen a Kepler, a TESS, a Koró, vagy éppen a készülő félben lévő Plátó is. Az 1990-es évek elején megtalált első exobolygó óta rohamosan fejlődik ez a tudományág, és már a közel 4000 távoli világ létére terült fény bizonyosan, és még majd ugyanennyiről vannak megerősítésre váró méréseink. Az ember amióta csak tudatra ébredt, életének értelmét kutatja, létrejöttének okát, amire a körülöttünk lévő világegyetem alapos megismerésével törekedhetünk. Ehhez pedig a világegyetemet, amiben élünk, meg kell ismernünk, valamint, ahogyan az 1950-es évektől tesszük is, be kell laknunk. És amilyen ütemben zajlik az emberiség túlnépesedése, erre egyre nagyobb szükségünk is lenne. Ez pedig nem a kutatóknak és mérnököknek kell egyedül felfedezni, hiszen nem csak ők fognak reményeink szerint Földön kívül lakni. Mindenkinek igyekeznie kell a körülötte lévő világot minél jobban megérteni, és mindenkinek a nézőpontját érdemes meghallgatni, mert együtt, mint emberiségnek kell a világűr felé törekednünk. Éppen ezért vagyok rendkívül hálás, hogy megnyithattam ezt az izgalmas és elgondolkodtató kiállítást, és megismerhettem új, egyáltalán nem tudományos szemléleteket, hogy a kutatói szférán kívül hogy is látják az emberek a lakhatósági zóna fogalmát. Név szerint Páfrány Gábornak, a kiállítás kurátorának, Hegyeshalmi Lászlónak, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatójának és Bárány Lászlónak, a Pannon Csillagda igazgatójának szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy megnyithattam ezt a nagyon színvonalas kiállítást, és mindenkit arra buzdítanék, hogy ha csak teheti és Veszprémben jár, akkor a nyár végéig megtekintheti ezeket a gyönyörű műalkotásokat. Közelebbről is mindenképpen érdemes elmenni.